A hétvégén folytatódnak a Gödöllői Természetfilmfesztivál eseményei, melyek közül a leglátványosabb az Alsó Parkban megrendezett Diáknapi és Jambori, ahol természet és környezetvédelmi bemutatókkal, játszóházakkal találkozhatunk. Az állatsímogatók közül nagyon népszerű a medvefarm, ügyességi játékok közül a szelektív golyógyűjtés, bemutatók közül pedig a madárgyűrűzés és szabadonengedés. Vágyfülőek hangról ismerhetik fel a madarakat egy játékos vetélkedő keretében, de a gyermekek személyesen találkozhatnak mély családokkal a termés felismerő játék sátrában. A hagyományőrzők megtapasztalhatják a nyáron is hűvös jurta hangulatát és az íjászat rejtelmeit, valamint megismerkedhetnek az erdei vadak életével, vagy épp a vízi élővilággal. A délután folyamán koncert is várja az érdeklődőket, valamint sor kerül a filmfesztivál jelenleg is folyó vetítéseinek végső ceremóniájára, a díjátadásra.